légi úton ellenőrzik a parlagfűmentesítést. Újra tartanak nyilvános szentmisét. Ivartalanítási akció a Kutyaszív Alapítványnál. Köszöntöm nézőinket, Önök a HOTV híradóját látják, Farkas Renáta vagyok. A Heves megyei kormányhivatal június 30-a előtt is ellenőrizheti a parlagfűmentesítés betartását. Minden földhasználó köteles ugyanis a saját portáján vagy földjén a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig, azaz egészen késő őszig folyamatosan fenntartani. Az emberi egészség védelme érdekében a földhasználók kötelezettsége a parlagfű elleni védekezés bel- és külterületen egyaránt. Magyarországon magas a parlagfűre allergiások, légúti megbetegedések száma, ezért rendelték el az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulásának megakadályozását, amely állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartani, különösen a koronavírusos időszakban. Idén a parlagfű már április közepén megjelent megyénkben, de jelenleg még csak 2-6 leveles állapotban van. A Heves megyei kormányhivatal egy fontos változásra hívja fel a figyelmet. A legjelentősebb változás ebben a törvényi kötelezettségben a tavalyi évben következett be, amikor is azt a bizonyos határnapot kiemelték a jogszabályból, amely korábban benne volt, azt a június 30-ai határnapot, amely a védekezési kötelezettséget tulajdonképpen időpontilag is behatárolta. A jogalkotó szándéka a virágzás, pollen szóródás megakadályozása, amely az időjárási viszonyok változékonysága miatt akár már június 30-a előtt is megkezdődhet. Ezért a jogszabály változásával nem naptári naphoz, hanem a parlagfű biológiai fejlettségi állapotához kötik a védekezési kötelezettséget, amely ezzel egész évben folyamatossá vált. Immáron korszerű technológiával június 30-a előtt is ellenőrizhetik a földtulajdonos parlagfű mentesítési kötelezettségének teljesítését. Ezek a korszerű eszközök elsősorban a légi felderítés eszközei. A tavalyi évben Heves megyében immár második alkalommal került sor helikopteres légi felderítésre. Csak néhány szám, hogy ennek a hatékonyságát föl tudjuk mérni. Egyetlen nap alatt 64 településen 127 darab parlagfűvel fertőzött területet regisztráltunk. A parlagfű mentesítés érdekében a Heves megyei kormányhivatal munkatársai tavaly több mint 231 ezer hektár külterületi ingatlant ellenőriztek, amely a megye teljes mezőgazdasági területét lefette. A felderítésekhez június 30-a előtt is alkalmaznak különböző eszközöket. A tavalyi évben a kormányhivatal valamennyi földhivatali osztályát drónnal látta el, amelyekkel szintén folyamatosan végezzük a felderítéseket. És természetesen a terepi felderítés is folyamatosan történik, amelyeknek ugyancsak korszerű GPS alapú kézi hely meghatározó eszköz a technikai feltétele. A növényvédelmi hatóság 548 hektár parlagfűvel fertőzött területet derített föl, melyből 247 hektár területet érintően rendelt el közérdekű védekezést. A szakemberek összesen 260 esetben szabtak ki növényvédelmi bírságot, összesen 21 millió forint értékben, amelynek legmagasabb összege 2 millió forint volt. Újra lehet nyilvánosan szentmisét tartani a hívőnép részvételével a Váci Egyházmegye területén is. Az időseket, betegeket arra kérik, hogy az Isten tisztelethez való csatlakozási szándékukat, személyes jelenlétüket fontolják meg.
Boldog település temploma is megnyitotta kapuit a hívek előtt. Gondolva a helyi idősebb korosztályra is, számukra egy nappali, közösségi házat hoznak létre. Az állami rendelkezésekhez igazodva a Váci Egyházmegye térségéhez tartozó települések templomai megnyitották kapuikat a hívők előtt. Így előző vasárnap már látogatható volt a boldog és szeplőtelen fogantatás templom is. A hívőktől azt kérték, a templomba maszkban lépjenek be, és használják a kézfertőtlenítőt, továbbá a családtagokat leszámítva egymástól tartsák be a másfél méteres távolságot. A templomok kapuinak megnyitásával a személyes kapcsolattartásra újra lehetőség nyílik. Televízióban nézni valamit, vagy pedig itt egymás között lenni, és elbeszélgetnek a templom előtt, mégis szentmise végén a templom előtt, úgy szintén, vagy a templom környékén, vagy személyesen találkozunk, az egészen más, mint amikor mozit nézünk, vagy filmet nézünk. Tehát az emberek már örülnek annak, hogy végre, meg gyónni szeretnének, meg többi szentségi szolgáltatás, keresztségre jelentkeznek, házasságok indulnak be. A személyes találkozás fenntartása, megerősítése érdekében a településen gondoltak az idősebb korosztályra is. Egyházi szervezéssel és a Magyar Falu Program segítségével közel 26 millió forintból felújítják a régi vályokból készült kántorházat, annak érdekében, hogy egy közösségi házat hozzanak létre. Új tetőt kap, villamos hálózat, vízhálózat, fűtés, riasztó készülékek beszerelése, stb. Tehát minden szempontból fel lesz újítva, kívülről, belülről. Úgyhogy jöhetnek ide tolókocsival is, meg stb. Tehát, hogyha akik nehezebben mozognak, mozgáskorlátozottak részükről is meg lesz a lehetőség, hogy bejöjjenek a házba. Az atya kifejtette, hogy a nyitás, az élő, közös kapcsolat ebben az időszakban különösen fontos boldogon is. Kiváltképp a húsvéti ünnepkör lezárása pünköst kapcsán a Szentlélek eljövetelének ünnepéhez közeledve. Vezeti a Szentlélek az Anyaszent Egyházat immár 2000 év óta, és hát két napos lett megint a pünköst ünnepe, és a második napon a pápánk bevezetett egy új ünnepet, hogy Mária az egyház édesanyja. De hát végeredményében is hozzátartozik a pünköshöz, tehát szép ünnepet vezetett be. Júniusban pedig boldog fő ünnepét, a Jézus szíve búcsút is megtartják, ahol a hívek a szabad téren találkozhatnak, s kapcsolódhatnak be a szentmisébe a kápolnánál. Folytatja sikeres akcióját a Kutyaszív Alapítvány. Ha valaki nem tudja finanszírozni négylábúja ivartalanítási műtétjét, vagy ha gondot okoz számára a csip kifizetése, számíthat az állatmenhely támogatására. A Kutyaszív Alapítvány 2009. októberében alakult, ebben a több mint 10 évben sikerült elérniük, hogy jól felszerelt állatotthonná váljon a menhely. Az alapítvány célja, hogy a kutyák egy otthonos, szeretettel teli környezetben szocializálódjanak. Idén is folytatják az ingyenes ivartalanítási programot, amellyel a túlszaporodást szeretnék meggátolni. Sikerült elnyerni ehhez pályázati támogatást is 7,5 millió forint értékben. Hetente általában kétszer mennek az ivartalanítások, és hát bízom benne, hogy februárig, amikor lejár a határidő, sikerül ezt a szám szerint 215 kutyát megivartalanítani, mert ugye körülbelül ennyi jön ki 7,5 millió forintból. Az alapítvány 60 vonzás körzetéből is fogad ivartalanításra váró kutyákat. Rudas Aranka kiemelte, mivel 60-ban él és dolgozik, ezért felelősnek érzi magát a 60-i állatokért. Fel kell, hogy hívja az én számomat, ahol egy regisztráció történik, fölírom a gazda adatait, felírom a kutyus adatait, illetve beprogramozzuk, adunk egy dátumot, hogy milyen napon jelenjen meg a Jászfényszarusi állatorvosnál, aki a menhely szerződött orvosa. Minden évben fejlesztik az állatotthont, jelenleg 35 nagyméretű és 10 kisméretű kennelben tudják elszállásolni és ellátni a kutyusokat. Az alapítványnak sikerült célkitűzéseit megvalósítani, példát mutatva ezzel a környékbeli menhelyeknek. Most már elmondhatom, hogy 2009 óta követtek bennünket a gyöngyösiek, most már ott is van az Újnap Egyesület, Lőrincén alakult egy menhely, tehát legalább ezekkel az intézményekkel
illetve magának a menhelynek, mint létesítménynek a segítségével nincsenek halálra ítélve a kutyák. Az ivartalanítás fő célja, hogy megelőzzük a véletlen párzások miatt született kiskutyák utcára kerülését, ezzel elősegítve a felelősségteljes állattartást. Köszönöm figyelmüket, híradóval legközelebb pénteken találkozhatnak, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! Szerdán csapadék nem várható, erős széllökések azonban előfordulhatnak. Reggel 10 fokot, délután 23 fokot mérhetünk. Csütörtökön elszórt záporok továbbra is kialakulhatnak. A reggeli órákban 9 fok, délután 23 fok várható. Pénteken a napos időt gomoly felhők zavarhatják meg, helyenként kialakulhatnak átmenetileg futó záporok, esetleg zivatarok. Reggel 8 fokra, délután 20 fokra számíthatunk.